titkári munka ellátása után, vagy lehet, hogy akár magából fogalmazóból közvetlenül is bíróvá válhatott valaki. Tehát a 90-es években igenis nagyon fiatal bírókat neveztek ki. Nehéz megítélni, hogy ez hasznos-e. Nyilván mondjuk egy szabálysértési ügyben nem látom értelmét a hosszú ítélkezési gyakorlat megkövetelésének. Ennél sokkal bonyolultabb ügyek, mert valóban nem szerencsés, hogyha nagyon kevés tapasztalattal rendelkező jogászok járnak el. De az alkotmánymódosítás világossá teszi, hogy csak helyi bíróságok előtt lényegében elsőfokú eljárásokban járhatnának el a bírósági titkárok. Én még egyszer köszönöm a hozzászólásokat, és azt is meg fogjuk fontolni, amit Schiffer frakcióvezető úr az alkotmánymódosítás másik elemével kapcsolatban mondott. Természetesen ez az alkotmánymódosítás túl azon, hogy egy mondjuk úgy, hogy egy aktuál politikai ügyből robbant ki, a végkielégítési botrányokból, a végkielégítési gyakorlatból, de mégiscsak alapvető elveket, alapvető jogelveket érint ez a probléma, a társadalom igazságérzetét és erkölcsi megközelítésű probléma az, hogy közpénzekből ilyen mértékű végkielégítéseket fizethettek ki. Én azt gondolom, hogy amennyiben egy erkölcsi szabálynak az alkotmányba való emelését néhányan aktuál politikának tekintik, akkor ezt nyugodtan vállalhatja a kormány, hogy bizony az alkotmányunk bizonyos erkölcsi szabályok hiányában talán nem teljes és nem tölti be az alaptörvény funkcióját maradéktalanul. Tehát ilyen erkölcsi megközelítésű szabályoknak, mint a jó erkölcsbe ütköző módon szerzett jövedelemnek az alkotmányba való iktatása. Ha önök azt mondják, hogy aktuál politika ám legyen, én azt gondolom, hogy ez inkább nem aktuál politika, hanem a kormány felismerte azt, hogy egy komoly társadalmi igény van ezzel kapcsolatban. Kétségtelen az adózás, az adókivetés ezekben az ügyekben egy kényszer megoldás, egyértelműen kényszer megoldásnak éli meg a kormány is ezt a megoldást, de nem mehetünk el szó nélkül azok mellett a felháborító pénzpazarlások és visszaélésszerű joggyakorlás mellett, amelyek itt az elmúlt egy évben bekövetkeztek. Hát még egyszer köszönöm szépen a támogató hozzászólásokat, és kérem, hogy a jobbító szándékú módosító javaslataikat nyújtsák be, és igyekszünk ezeket majd figyelembe venni. Minden bizottság ülésen majd megvitatjuk ezeket a módosító indítványokat. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm, államtitkár úr! Az általános vitát lezárom. Tisztelt országgyűlés, mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra holnap kb. 18 órakor, a részletes vitára pedig az esti órákban kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája lezárásig. A törvényjavaslatot TPER 580. sorszámon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Kontrát Károly államtitkár úrnak, napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Engedjék meg, hogy az expozémat a 2010. május 11-én Ózdon lefolytatott nemzeti konzultáción megfogalmazott gondolatokra való visszautalással, az arra való hivatkozással kezdjem. Ezen a nemzeti konzultáción, amelynek a témája a közbiztonság volt, Észak-Borsodban, Borsod-Abaúj-Zemplén megye településének polgármesterei, jegyzői, rendőri vezetői, polgárőrei és a cigány kisebbség képviselői vettek részt. Elemi erővel fogalmazták meg a problémákat ezen a nemzeti konzultáción.
elhangzott, ipari méreteket öltöttek a fa áram- és fémlopások, a bolti és terménylopások, a lakás- és üzletbetörések, egyre több a fiatalkorú és gyermekkorú elkövető. Gyakoriak a nagy tömegű családi viszályok is, amiket lehetetlen időben megakadályozni. Elhangzott és megfogalmazódott az a gondolat, hogy a térség lakossága elégedetlen a közbiztonsággal, de ahhoz, hogy ez javulhasson, összefogás kell, mert a rend a fejlődés záloga. Megfogalmazták azt is továbbá, nem érzik magukat biztonságban az idősek, veszélyben a közvagyon és számos esetben a munka gyümölcsét nem azok élvezik, akik megdolgoznak érte. Tisztelt Országgyűlés, ezeket a gondolatokat nem csak Ózdon, a Nemzeti Konzultáción, hanem az ország más településén is megfogalmazták, és ezért a kormány a Nemzeti Ügyek programjának kiemelt részévé tette a közbiztonság a közrend helyreállítását, figyelembe véve a Nemzeti Konzultáción elhangzottakat és az ország más településein megfogalmazott igényeket. Úgy gondolom, egy kormány akkor cselekszik a legbölcsebben, akkor váltja valóra az ígéreteit, hogyha az emberek által megfogalmazott problémákat terjeszti törvényjavaslat formájába a tisztelt ház elé, úgy tud érdemben javítani a közbiztonságon, hogyha ezeket a javaslatokat törvényjavaslat formájába is megfogalmazza. Utalnék arra, hogy korábban azt ígérte a Nemzeti Együttműködés kormánya, hogy a közrend közbiztonsági helyreállítás érdekében megerősíti a rendőrséget, mind létszámában, mind erkölcsében, mind anyagi ellátottságában, szigorítja a törvényeket, így a büntetőtörvénykönyvet, a három csapás törvényjavaslatot már elfogadta a tisztelt ház, beterjeszti a szabálysértési törvény módosítását, most ennek vagyunk tanúi, és felgyorsítja a büntetőeljárást. Tisztelt Országgyűlés, én abba bízom, hogy ez a törvényjavaslat, amelyet most tárgyalunk, és amelynek az általános vitáját most kezdi meg a tisztelt ház, eléri azt a célt, hogy hozzájárul, ténylegesen hozzájárul az ország közbiztonságának a helyreállításához. Úgy, ahogy korábban elhangzott és megfogalmazódott, a közbiztonság ügye mára hazánk egyik legfontosabb ügyévé, nemzeti ügyé vált. Az ország lakóinak biztonsága és biztonság érzete is romlott. Ezt megfogalmazták nem csak az emberek ezeken a fórumokon, ezeken a nemzeti konzultációkon, hanem rendőri vezetők is így értékelték. Hiába úgymond esetleg javultak a számok, de a biztonságérzet, a közbiztonság az romlott. És úgy, ahogy ezen a nemzeti konzultáción elhangzott, gyakran büntetlenül olyan cselekményeket hajtottak végre, olyan szabálysértéseket követtek el, amelyek azt eredményezték, hogy az emberek nem élvezhették a munkájuk gyümölcsét, nem az aratott, aki vetett, és ennek semmiféle következménye nem volt. Ezt a helyzetet meg kell változtatni, ennek a helyzetnek a megváltoztatását, a rend, a törvényesség helyreállítását szolgálja ez a törvényjavaslat. És ugye azt is tapasztaltuk az országban, hogy különböző önvédelmi reflexek alakultak ki, különböző olyan szervezeteket hoztak létre, részben az önkormányzatok, részben egyéb szervezetek, amelyek bizonyos fokig még a törvényesség határait is surulták, és semmiképp nem a rend megerősítését célozták meg. Emlékezzünk rá, hogy Magyarországon van olyan település, ahol sheriffet alkalmaztak, Polgár nevű településen, ha jól emlékszem, állítottak be sheriffet. Ugye ez a magyar jogrendtől idegen megoldás, és nem hozta meg azt az eredményt, amit szerettek volna. Nyilvánvaló, hogy az állami erőszakmonopólium nem érvényesült az elmúlt időkben, az elmúlt időszakban ezeken a településeken. A tulajdon elleni szabálysértések ügyét kiemelten kell kezelni, hiszen ugye korábban ezeknek a szabálysértéseknek a felderítése és elbírálása is jegyzői hatáskörbe került. Ez változott ez év január 1-től, amikor a felderítés rendőrségi hatáskörbe került, de megmaradt az elbírálás a jegyzői hatáskörbe. Az előző napi rendi pontnál a T579-es törvényjavaslat, az alkotmány módosítás tárgyalásánál több utalás hangzott el
ennek a gyakorlatnak a hiányosságaira, hiátusaira tekintettel, azt nem ismételném meg. Úgy gondolom, hogy ez is alátámasztja azt, hogy ezen a területen változtatni kell. Ezt a változást szolgálja ez a törvényjavaslat, amelynek a eljárási szabályai, az eljárási szabályok módosítását egyes társadalomra veszélyes, egyes szabálysértések társadalomra veszélyességének növekedése indokolja, a javaslat célja pedig az ellenük való hatékonyabb fellépés. Elsősorban a kis településeken élőket sújtja úgy, ahogy mondtam, hogy a tulajdon elleni szabálysértések felderítetlenek maradnak, a magállagsértések elszaporodnak. Ha valótlan bejelentés követően a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv a helyszínre vonul a polgárokat szolgáló valós feladatait időlegesen nem tudja ellátni, a javaslatban szereplő törvénymódosítások célja ezen anomáliák megszüntetése. A tulajdon elleni szabálysértések elleni hatékonyabb fellépés szolgálja, hogy a javaslat az elkövetővel szemben elzárásbüntetés kiszabását is lehetővé teszi, ezáltal jogi lehetőség lesz a tettenért elkövető őrizetbevételére, aminek önmagában is visszatartó ereje van. Ezen túlmenően az elzárással fenyegetett szabálysértések esetén lehetőség van gyorsított eljárás lefolytatására is. A szabálysértések felderítését a tapasztalattal nem rendelkező edző helyett a büntetőeljárások során már ez irányú ismereteket szerzett rendőrség hatáskörébe utalja. A javaslat bővíti a tárgyi bizonyítási eszközök felkutatásának lehetőségét. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat célja az is, hogy a terrorfenyegetettséggel összefüggő információk komplexebb adatok alapján történő elemzését, értékelését lehetővé tegye, és ezzel eléri a döntéshozatali folyamat felgyorsulását. Ennek érdekében a törvényjavaslat szerint a döntési szintek számát csökkentve az országos rendőrfőkapitány helyett a belügyminiszter gondoskodik a terrorfenyegetettséggel összefüggő információk elemzéséről és a terrorcselekmények felszámolásáról. A közvéleményt irritálja, hogy noha a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel sok helyen a nyilvánosság előtt történik, mégsem kerül sor rövid időn belül a tényállás felderítésére és hatékony szankcionálására. Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a benyújtott törvényjavaslatot vitassa meg, a törvényjavaslatot támogassa, és amennyiben a tisztelt ház azokat a célokat, amelyeket megfogalmaztunk ennek a törvényjavaslatnak a beterjesztésekor támogatja, akkor a céllal összefüggő, ezzel összhangban álló és a cél elérését, a törvény hatékonyságát javító, módosító javaslatokat szívesen megvitatjuk. Bízunk abban, hogy egy olyan törvényjavaslatot sikerül elfogadni, egy olyan törvényjavaslatot sikerül a tisztelt háznak elfogadni, amely figyelembe veszi a nemzeti konzultáció megfogalmazott javaslatokat, és elfogadás esetén ténylegesen javítja az egyes emberek biztonságérzetét, és hozzájárul egy nagyon fontos nemzeti ügy megvalósításához. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, tisztelt Országgyűlés. Most a bizottsági álláspontok és az Alkotmányügyi Bizottság ülésén megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor a napirendi ajánlás szerint 5-5 perces időkeretben. Megadom a szót Vitányi Istvánnak, az Alkotmányügyi Bizottság előadójának. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Az előző törvény tárgyalása kapcsán már érintettük emely jogszabályt, amelyet T/580 szám alatt az Alkotmányi Bizottság ma délelőtt tárgyalta meg. Az ellenzéki képviselők úgy nyilatkoztak, hogy a törvényjavaslatban megfogalmazott célokkal egyetértenek, amelyek hozzájárulhatnak a kistelepülési állapotok javításához. A frakció hovatartozástól függően kifogásolták a javaslat egy-egy rendelkezését. Így a hatástanulmány hiányát, továbbá azt, hogy a rövid hatályba lépés időpont miatt a lakosság nem tud felkészülni, valamint megkérdőjelezték a bírósági titkárok felkészültségét a javaslatban megfogalmazott ügyekben